Április 14-én mutatta be Sütő András 1977-ben a legsötétebb romániai diktatúra idején írt Káin és Ábel című drámáját a salgótarjáni Zente Ferenc Színház. Mielőtt a darab főszereplőivel és a rendezőivel beszélgetnénk, nézzünk meg belőle egy kis ízelítőt. Amikor korábban összeverkedtünk, és megszúrtalak a késsel, a gyógyulásodért imádkoztam és áldoztam minden nap. Amikor meggyógyultál, örömömben fogtam a csészék elkészítéséhez. Nem mondtad akkor? Nem mondtam. Az örömedet is sok neki vallottad meg. Titkaimnak. Őt választottam. Miért nem engem? Nem tudom, egyik ember titka jó helyt van-e a másik ember biztosában. A vadat hálóval, csapdával fogják. Az embert a titkával. Én őt választottam. Választottad? Kiből? Miből? Hány Isten közülünk? Kikérdezte meg tőled, hogy akarod-e vagy sem? Következőben. Az agyad is rossz. Akkor most itt az Isten segítségül. Az én pártolnád nem szerintél vele szövetséget. A félelem nem szövetség. A hűség nem félelem. A rettegés csupa hűség. Az alázat nem félelem. Az alázat gyalázad! Az Úrban a közelben. Imádkozzunk. Félek és rettegek, Uram. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőítené nevedet. Köszöntjük a libretto vendégeként a Káin és Ábel két főszereplőit, Kecskés Alexiszt és Mozart Bencét, valamint Kisdomorkos Márki Ászai Mari díjas rendezőt. Szervusztok! Amikor egy színházban bemutatásra kerül egy darab, és akkor most tőled kérdezem már, akkor két lehetőség van, vagy a színház akarja, vagy a rendező mindenképpen meg akarja rendezni, és keres hozzá egy színpadot. Melyik történt? A salgótarjáni Zente Ferenc Színház kért fel ennek a darabnak a megrendezésére, és én nagyon nagy örömmel mondtam erre igen. Ismerted előtte? Természetesen volt már élményem vele, látni nem láttam még színpadon. Tudtam, hogy egy nagyon komoly, nagyon veretes és nagyon nehéz műről van szó, és azt gondolom, hogy Sütő András művei közül is egy kuriózumról beszélhetünk ennek a színdarabnak a kapcsán. Miért gondolod ezt? Nagyon máshogy közelíti meg ebben az egész történetet, és azt, amit el szeretne mesélni. Azt gondolom, a mi értelmezésünkben a legfontosabb a bűn keresése volt, az eredendő bűn keresése, és egy érdekes történetet hogy meséljek el. Barátom, Héja Gábornak az édesanyja játszotta a Harag György társulatában az első Arabellát, az első ősbemutatóban benne volt. Beszélgettünk, hogy milyen volt, illetve szomszédok is voltak a nyaralójuk kapcsán Sütő Andrással, és milyen volt az élete, mert láttam, hogy valami a férfi-nő közötti viszonyban ott valami náluk nem stimmelhetett, és azt mondta, hogy Sütőnek eléggé kaotikus volt a szerelmi élete. És itt jöttünk rá arra, hogy ebben a színdarabnak a fő motivuma, mondani valója, az maga a vágy, amivel vagy tudunk, vagy nem tudunk mit kezdeni, és az eredendő bűn is ez a fajta vágy, vágyakozás. Ugye az eredendő bűnről van szó, és hát a paradicsomból való kiüzetés, de ez mégsem az a bibliai megfogalmazás. Ugye itt Sütő is mondja, hogy itt nem ember és Isten közötti konfliktusról van szó, mert szerinte ebben a kontextusban nem is adódhat igazi konfliktus. Itt az emberek konfliktusáról van szó. Milyen ez a testvérpár, akik megjelennek itt a színpadon, akiket ti formáltok meg? Igen, így van. Szinte a kezdettől fogva erre is próbáltunk meg ráerősíteni, ezért van ez a furcsa posztapokaliptikus világ, és ezért vannak ezek az egészen különlegesnek hatható effektusok, mert valóban az emberi kapcsolatokra próbáltuk meg rárakni a hangsúlyt. Szerintem olyan ez a testvérpár, mint minden másik testvérpár. Cívódnak. Akik cívódnak, akik összeverekednek, akik utána kibékülnek, csak aztán itt egyel majd megnő a tét, és hát tudjuk, hogy mi lesz a történet. Mennyiben más ez a történet, mint amit ismerünk a Bibliából? Tehát a történet vezetése mennyire más? Alexis? Hát a testvérgyilkosság kázus belé az például teljesen más. Tehát ugye amíg a Bibliában ugye egy lassan belülről maró irigység fajult etlegességé, addig itt van egy nagyon fontos szereplő, Arabella, aki egy távoli csillagról érkezik, ő egy démonlány, és azzal a szándékkal, hogy valamelyikünket válassza magának.
azonban csak egyet választhat, tehát kettőnk közül valamelyiket. És ahogy tovább bonyolódik a cselekmény, végül nem... És a fiúk tudnak erről, hogy a lány majd egyet választ? Igen, tehát hogy ez az alaphelyzet. Megérkezik azzal a célzattal, hogy valakit választania kell magának. Így van. És tudjátok, hogy miért akart titeket? Tehát, hogy mi lesz majd a célja azzal a fiúval, akit kiválaszt magának? Tehát, hogy ennek van itt tétje egyébként? Nem gondolom, hogy lenne célja konkrétan, hanem ő az ismeretlenből jön ide közénk, na, és ezért, mert gerjeszti ugye fel a vágyat, aztán, és mind a kettőjüknek a kunyhójába bemegy Arabella, és ez egyébként a kettőjük közötti konfliktusnak a kipattanója. De ami még más, például a bibliai történethez képest, hogy míg a Bibliában öcs-báty-ként szerepelnek Káin és Ábel, itt Sütőnél ikerpárról van szó. Illetve a vége és az előadás vége is ezt mutatja, egyfajta Krisztus képet rajzol meg, ír le Sütő. Egészen konkrétan bibliai Jézus Krisztus által mondott mondatokat mond Ábelnek a szájába. Ugye itt az volt, hogy 77-ben írta ezt Sütő. Ott. Mi lehetett? Volt-e valami, úgy jól akarom kérdezni, de magam sem tudom, hogy mit akarok pontosan mondani. Tehát, hogy volt-e valami áthallás, a Biblián túli áthallás a magyarságra, vagy egyetem bármi másra? Van egy olyan fajta gondolat is, már mi ebben az előadásban kevésbé tettük bele, de egyfajta mondjuk egy vallási vita is a katolikus és a református egyház között, ugye Sütő református. Igen. Volt, és nagyon-nagyon látszik a szövegből kiri az, hogy Káin képviseli a reformátusságot, míg Ábel a katolikusságot, a tömjön füsttel, az áldozással, a térdepléssel. Igen. Úgyhogy meg egyébként rengeteg áthallás van, különböző rétegei az előadásnak, nagyon izgalmas darab, és egy hatalmas mennyiségű szöveg, nyilván nagyon meg kellett húznunk, sokat vettünk ki belőle, nem csak azért, hogy ne legyen kilóra sok, hanem azért, mert amiről szerettünk volna mi ezzel az előadással szólni, azt a lényeget szerettük volna kiemelni, ami pedig nem más, hogy ebben az őrült világban, mondja is Arabella, hogy hová meneküljek ebből az őrült világból, amiben élünk, amelyben az egész világ ma fut valami elképesztő rossz vég felé, abból egyetlen egy út lehet ez az Isten, ez a teremtőhöz való megtalálás, az útnak a megtalálása, és akkor talán vissza tudjuk fordítani azokat a visszafordíthatatlannak látszó folyamatokat, amik körülvesznek minket. És ki játsza Arabellát? Házi Anita kolléganőnk játsza, Salgó Tarjani Zente Ferenc Színház tagja. Egyébként még Hege Veronika osztálytársnőnk, szintúgy a Bozsik Bakos kis osztályból, a Kaposvári Egyetemről játszik az előadásban, illetve Máté Krisztián szintén a Zente Ferenc Színház tagja. Hogy zajlottak a próbák? Fárasztóan, tanulságosan, embert próbálva. Igen, mert azért ez egy nehéz. A főpróba héten bementem egy ilyen boltba, ahol ilyen különböző gyúrós, ilyen izotóniás italokat lehet vásárolni, és azt mondtam, hogy olyan löttyöt szeretnék vagy valamit venni a kollégáimnak, mint hogyha két héten keresztül minden nap egy másfél órás TRX edzést csinálnának meg, mert láthattátok a bejátszókban ezek a kötelek, ezeket használják erre, a keflecekre felmásznak, lemásznak, tolják, nyomják, tehát azt gondolom, hogy tényleg nagyon megpróbáltató volt ez, de élvezték egy pillanatát. Jó, ez így, ezzel kezdeni, és aztán csak könnyebb jöhet. Igen. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a meghívást.